Bizonyára nem csak én vagyok úgy, hogy szeretem, szeretjük Lukács evangéliumát. Talán elsősorban azért, mert a karácsonyi történet, a betlehemi jászok, pásztorok, az állatok mind-mind-mind hozzá kötődnek, ő az, aki áthagyományozta számunkra. Viszont ha Lukács evangéliumát egy picit figyelmesen olvassuk, akkor újra és újra visszatérő motívumokat látunk benne. Talán a három legfontosabb, hogy ő az, aki a legtöbbet beszél a szegényekről, ő az, aki a legtöbbet beszél a nőkről, és aki a legszebben átadja nekünk az irgalmasság üzenetét. És lám, ebben a mai evangéliumi részben is valahol mind a három ott bujkál, ott motoszkál. Egyrészt azért, mert két olyan ember a főszereplő, akik már eleve hordozzák az irgalmasságnak, a nő és férfi kapcsolatnak ezt a feszültségét. Egyrészt tehát egy férfi, aki írástudó, és akinek tudjuk a nevét, ez a Simon farizeus, nem összetévesztendő a Simon Péterrel természetesen, aki apostol volt. És ezzel szemben ott van egy nő, akiről tudjuk, hogy eleve kitaszított volt abban a korban, pláne azért, mert egy nyilvános bűnös, egy utcanőről beszélünk, és ráadásul olyas valaki, aki névtelen. Tehát egy férfi, egy írástudó, akinek neve van, és ezzel szemben egy nő, egy nyilvános bűnös, aki névtelen. Nem véletlen, hogy ez így van. Lukács nagyon tudatosan már eleve így fölépíti, hogy aztán úgymond a történetnek a mondani valója, a csattanója még inkább szívünkre szólhasson. Nos, az írástudókról, a farizeusokról mindig azt gondoljuk, hogy ők Jézus ellenfelei voltak, hogy állandóan ellenségeskedtek vele, furkálták, megpróbálták eltenni lábalól, ami valójában talán helyes is, de még jobb, hogyha pontosabban látjuk ezt a képet, és azt mondjuk, hogy ők inkább azok, akik nagyon tudatosan keresték a kapcsolatot Jézussal, hogy megértsék, és persze közülük volt olyan, aki nyilván el akarta tenni lábalól. Azt hiszem, ez a Simon farizeus nem ilyen volt, mert nem véletlen, hogy a házában vendégül látja, ráadásul egy étkezésre. Vagyis kereste a lehetőséget a találkozásra, a dialógusra, a párbeszédre. Vagyis nagyon úgy látszik, hogy ez a Simon farizeus, ez a párbeszédnek az ember. Azt is mondhatnám, hogy a jezsuiták után szabadon, hogy az ő háza a párbeszéd háza lett. Jézus pedig senkit sem utasított el. Sem a bűnös asszonyt, sem a farizeust, és tudjuk az evangéliumból, hogy ő mindenkinek fölkínálta a barátságát. Aztán egy picit, hogyha ránézünk a nőre. Lukács nagyon tudatosan, szintén egy evangéliumi történetet, jelenetet férfival mesél el, aztán egy nővel. Újból egy férfi történet, újból egy nő történet következik. Vagyis Lukács meg van győződve arról, hogy csak akkor beszélhet helyesen az Istenről és az emberről, az Isten és az ember kapcsolatáról, hogyha a férfiről is szól és a nőről is szól. És meg kell mondanunk őszintén, hogy túl sokáig az egyházban pusztán férfiak értelmezték a Jézus üzenetét, ezért az egyház is nagyon hosszú időn keresztül férfi egyház volt. A férfiak voltak túlsúlyban, nem csak szám szerint, ugye az asszonyoknak sokáig még helyük sem volt a templomban, hanem nyilván súlyukban is. Ez a bűnös nő segít tehát megértenünk, hogy kicsoda Jézus, és ez a bűnös nő segít megértenünk, hogy Jézus hogyan viszonyul ma is hozzánk. És ez az irgalmasság. Itt érkezünk el az igazi üzenethez. Mert Jézus nem csak meghirdette az Atya irgalmasságának az üzenetét, hanem ő maga meg is élte. Amit hirdetett, élte is.
állandó és folyamatos lecke nekünk is. Nem csak beszélni, hanem élni is. Nem csak azt mondani, hogy igen, én keresztény vagyok, hanem azt fel is mutatni, mint egy jel, mint egy fákja. Jól tudjuk, Jézus fölkarolta a betegeket, a gonosz lelkektől gyötörteket. Az ő magatartását folyamatosan, újra és újra az együttérzés hatott át, amikor találkozott a tisztátalanokkal, vagy akár a múlt vasárnapi evangéliumra visszaemlékezve, amikor egy gyászoló édesanyával találkozik, ez mind egytől egyig az Atya Isten irgalmasságról beszél számunkra. Ő együtt érez számos beteggel, a néppel, amely éhezik, vagy a két vakkal, aki irgalmasságért kiált hozzá, vagy barátját Lázár megsiratja. Jól ismerjük ezeket a történeteket. Jézus üzenete tehát jóval meghaladja az Ószövetség üzeneteit, mondani valóját, és Jézusnak az az újdonsága pontosan, hogy végérvényesen és mindenki számára meghirdeti az Isten irgalmasságát. Ezért fontos itt az irgalmasság évében, hogy újra és újra elővegyük ezt a témát. Múlt vasárnap is ezért volt éppen alkalmas, aktuális, és ez is. És most, amikor nagyjából az irgalmasság évének a felénél járunk, érdemes erre újra és újra visszatérnünk, reflektálnunk, hogy itt nagyjából fél év elteltével hogyan is állok én az irgalmasság témájában, az én mindennapi életemben ebből a szempontból. Isten irgalmasságát Jézus nem csak a kevés igaz, hanem mindenki előtt föltárja és megnyitja. Mindenkit el akar vezetni Istenhez, az Isten országában mindenkinek helye van, a bűnös asszonynak épp úgy, mint az írástudónak, vagy a leprásnak épp úgy, mint a vándorlónak, bárkinek. Nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket. Ezt a mondását is jól ismerjük. Sőt, igazán a bűnösök Jézus üzenetének a címzettjei. Ők azok, akiknek a lelke szegény. Ugye épp a héten hallottuk, az egyik evangéliumi részlet volt a 8 boldogság. Boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Szemben a farizeusokkal és az írástudókkal Jézus ezektől a bűnösöktől, ezektől a kitaszítottaktól nem tartja távol magát. Van olyan részlet is, amikor azt olvassuk, hogy velük ugyanúgy együtt étkezik. A vámosok és a bűnösök barátjának számít. Ezzel a szemmel olvassuk tehát ezt a mai evangéliumi részletet. Térjünk vissza rá otthon is. És talán különösen abból a szempontból, ami ma is a mi mindennapi életünkben visszatérhet. Talán mi magunk is küzdünk vele. Mert ha Jézusnál nincs személyválogatás, ha Jézusnál nincs kivételezés, ha Jézusnál nincs előítélet, akkor én hogyan is vagyok ezzel? Márpedig a bűnös asszonyt, ezt a névtelent ugyanúgy kezeli, mint bárki mást. Nem kivételezik egyikkel vagy másikkal, se az írástudóval, se a nővel. Én magam hogyan is vagyok olyan társadalmi rétegekkel, akikre elsőre talán azt mondjuk, hogy ne haragudj. Hogy is vagyok én a hajléktalanokkal? Vagy hogy is vagyok én a koldusokkal? Vagy hogyan is állok hozzá a migránsokhoz? Ugye újra és újra előkerülő téma. Ha a hírekben előjön, hogy egy valaki, mondjuk a kiskunhalasi táborban megtámad egy őrt vagy egy rendőrt, akkor rögtön hajlamos vagyok arra, hogy az összes ilyen. Vagy hogyan is vagyok én a roma testvéreinkkel, vagy hogyan is vagyok én a közmunkásokkal, vagy bárkivel, akit elsőre, mintha ledegradálnék. Jézus számára mindenki személy. Jézus számára mindenki egy lehetőség.
arra, hogy az Isten üzenetét tolmácsoljuk számára. Jézus számára mindenkiben ott van az Isten által teremtett embernek a méltósága. És ha az Isten akarta őt, akkor én miért is kivételeznék? Akkor én miért is lehetek személyválogató, vagy kivételező, vagy előítélettel rendelkező? Ha az Isten mindenkire azt mondja, hogy jó, hogy vagy, és akarom, hogy legyél, ahogy a Teremtés könyvében halljuk folyamatosan visszatérő refrénként, látta Isten, hogy ő jó, akkor én miért nem tudom őt elfogadni? Kérdések, segítő kérdések, amelyek reflexióhoz segíthetnek minket itt az irgalmasság évének a felénél nagyjából. És ehhez egy-két fontos mondat befejezésül Ferenc pápától. Az irgalmasság nem pusztán Jézus cselekedete, hanem annak ismérve, hogy kik az ő valódi gyermekei. Vagyis Jézus az irgalmasságot életeszménnyé, hitünk szempontjából pedig a hitelesség kritériumává tette. A hitelesség kritériumává tette. Enélkül az élet terméketlenné és elsivatagosodottá válik. Itt az idő tehát, hogy visszatérjünk a lényeghez. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot.